Egy egyetemista a vizsgán felajánlja a tanárának, bármit megtesz neki, ha átengedi. Hát, Ancsi, te feltétlenül húz, ugyebár lehetsz tanár is, lehetsz egyetemista is. Köszönöm. És természetesen ez bármilyen felállásban elképzelhető, ez a szitu. Rossz az, aki rosszra gondol, ugye? No, hát akkor lássuk a jelenetet. Megmutathatom még egyszer? Parancsol? Hát, hogy megmutathatom-e még egyszer az átételt? Hát erre várok itt egy ilyen. Rudi! Rosszkor vagy rossz helyen. Senki nem szólt neked, hogy ez itt a matematikai érettség. Én tudom, hogy ez egy bohém hely, ez a tánc és ugrás művészeti, de azért matematikában is le kell érettségizni. De hát, én ezt tudom, az van. Igen? Hát igen, számolom a ritmusokat, kiszámolom belőle az egyenes fokú, egyenletes mozgással történő x1 per 1 per xab-t a gerendán is, így is, meg így is, tudom. De csak azért, mert ez kötelező gyakorlat. Egyébként tudok mindenféle ilyen extrát is. BCD, meg ilyen az alapgyakorlatokat. Értem. Visszatérni a táblához akkor. Ancsi! Nem is rossz egy pizzafutártól? Honnan tudja, Csánat? Hogy így hívnak a hátra mögött? Hát... Magát nem tanítottam. Igen, de tegnap nem maga fütyűrészett az ablakom alatt, tanár úr. Fütyűréztem, mert tavasz van, és jó kedvem volt. Véletlenül... Miért nem jött be? Hiszen meghozta a pizzát 5 karikával, nem? 5 szalámi karikával. Ebből a rohadt tanári fizetésből nem jövök ki. Ezért pizzát szállítom. De hát ez teljesen rendben van, akkor viszont én is megmutathatom azt, amit én igazából tudok az RSG-s dolgokból. A táblánál is. Úgy kell, hogy itt voltak a szerenkénti döntők. Hm? Mit szeretne? Tanár. Azt gondolja, hogy itt illeg-billeg, akkor át fogom engedni? Igen. Azért, mert magán... Úgy nézek ki, mint aki megvesztegethető, mint aki azért fütyűrészik a maga utcájában. Néha olyan voltam, ahogy itt csillogott a szemem. Rudi! Hol voltál tegnap éjjel? Én fütyűrésztem a pizzával, de te... Akkor jó helyre jöttél, én voltam az! Én a szabadságszobornál voltam, te voltál? Én tegnap éjjel... Imádom, ott jártam a szabadságszobornál. Igen. A maradék pizzát ettem. Szomorúan. Igen, ott fütyűrésztem az ablakod alatt. Ki kacagsz? Ancsi. Mennyit adjak, hogy örökre eltűnj? És hogyha még azt is elmondhatnám neked, hogy amikor a rózsafúvallatoknak az átszakadása áttört a folyondárokon, és a lila pecsétes szabadság szobrok alatt álltunk szépen pizzákkal, pizzakarikákkal, erős csípős magyaros. Még egyszer, én köszönöm neked, hogy táncolsz. Köszönöm neked, hogy szabad verset mondasz. Ezt mind köszönöm neked. Még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy ez itt egy matematika érettségi. Csinos lány vagy, tetszel nekem. Azért fütyűrésztem arra.
Ilyen, de most nem tütyűrészek, hamis vagyok, tudom, de... Nem akarom hallani a rosszat, vagy azt, hogy nincs nem. Nincs rossz. Rudi! Nem vagyok sebész, de megpróbálom. Vagyis? Megtanít mindenre? Ide figyeljen. Én engem iszonyatosan zavarba hoz a magatartásával. Hogy álljak? De ezek így véletlenül csúsznak le rólam. Egyet mondjon meg. Milyen sebességgel csúszik le egy vörös hajú lányról a ruha, ha a lány mozgása és a tanár pizzafutása között együttható, azt eloszthatjuk a szabadság szobor keltette tavaszi árnyékokkal egy szabad versben. Ancsi! Elég modern ez a balett darab. De... Imádom a mozgást, magam is. Vállalom. Leszek újból a tanítványa. Én ismétlés!